Karácsonykor nálunk szenteste este 6 órakor lesz istentisztelet, ahova gyülekezet nagy része ilyenkor szokott eljönni. 25-én délelőtt 10 órakor lesz úrvacsorai istentisztelet, 26-án pedig német-magyar nyelvű istentiszteletünk lesz, szintén 10 órakor. Karácsony a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, és természetesen itt a Bonyhádi Evangélikus Közösségben igyekszünk ugyanúgy megélni minden évben Jézus Krisztus születésének ünnepét. Talán az egészben a legfontosabb az üzenetként, hogy Isten emberré lett, és ez az üzenet minden évben elhangzik. Ahogyan minden évben ugyanaz az üzenet elhangzik, mégis minden karácsony más-más mondani valóval jön elénk. Mostani karácsonyon a decemberi igénk így hangzik: akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödőjével hever, a borjú, az oroszlán és a hízott marha együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. Ez az ige igazából arról a békéről szól, amire mindannyian várunk. És ebben a mostani esztendőben különösen is fontos, hogy ezt a békét megéljük a hozzánk érkező Isten közelségében. Az embernek fel kell ismernie, hogy nem csupán egy kisgyermeket ünneplünk karácsonykor, aki megszületett, hanem igazából azt az Istent, aki emberré lett, de ugyanakkor a világon uralkodik. Az, hogy ő uralkodik, az reményt és vigasztalást ad mindannyiunknak arra, hogy elérhető az a béke, amely az ő szeretetéből fakad. Ezt a szeretetet szeretnénk hirdetni ezen a karácsonyon is. Ilyenkor többféle szentmisét is tartunk, pásztorjátékkal is ünnepeljük, gyerekek készültek erre a pásztorjátékra, természetesen van évféli mise, természetesen karácsony napján is ünnepi miserendet tartunk, és a bonyhádi szokásoknak megfelelően karácsony másnapján megáldjuk a jubiláns házaspárokat. Karácsony mondani valója végül is, ugye Jézus születését ünnepeljük, amit János evangéliuma kicsit sajátos módon is megfogalmaz, hogy az igazi világosság jött a világba, és hogy vannak, akik fölismerték ezt a világosságot, és akik hisznek az ő nevében, ez a keresztény közösség, és nekünk is ezt a világosságot kell keresnünk ebben a karácsonyi ünnepben. Meg kell látnunk valami nagyot a megszületendő kicsiben, hiszen az Isten egy kisgyermek képében jött el hozzánk, és a kicsiben kell fölfedeznünk a nagyot. És amikor fölfedezzük a kicsiben ezt a nagyot, akkor számunkra is megjelenik az Istennek a dicsősége, amiről az angyalok énekelnek a betlehemi történetben is. Karácsony üzenete ugye mindenképpen a fény ünnepének is tekintjük ezt, és egy tőmondatban szeretnénk összefoglalni akkor az a karácsony üzenete, hogy kis fény és nagy világosság. Karácsony evangéliuma írva található a Máté írása szerinti Szent Evangélium első részében, annak 20. és 21. versében. Az úrangyala megjelent neki álmában, és ezt mondta:
József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből. Kedves testvérek, a karácsony üzenete ebben az esztendőben a Máté evangéliumából szól hozzánk. Máté evangélista azzal kezdi, hogy Jézus nevét adja elénk, azt a nevet, amely azt jelenti szabadító. Jézus a szabadító. De íme itt van előttünk egy másik név is, Immánuel, ez a beszédes név pedig azt jelenti velünk az Isten. És milyen érdekes, az evangélium ezzel a mondattal kezdődik, velünk az Isten, és a legvégén, az evangélium utolsó mondatában pedig Jézus Krisztus ígéri, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ezzel kívánok Istentől áldott békés karácsonyi ünnepeket, Immánuel, velünk az Isten. Hívjuk szeretettel a testvéreket a református istentiszteletre, karácsony ünnepén, vasárnap 10 órai kezdettel tartjuk az istentiszteletet, előtte pedig szenteste, szombaton délután 4 órai kezdettel. Isten legyen velünk. Áldás békesség!